Igen. Igen, és Én egy magyar pont docens. amit a tanárnő mondott, hogy a kvékerek viszont a reformáció egyik ágaként egy olyan evangéliumos szemléletet képviselnek, amely ugyan lehet, hogy távol áll a mi hídgyakorlatunktól, vagy nem rendelkezik olyan teológiai rendszerrel, de mégis egy a Biblián alapuló, egy, ahogy a tanárnő is mondta, a látomásról, ami felérne ilyen kinyilatkoztatással, mint mondjuk a Mormon könyve, vagy bármi más. Tehát én itt azért húznék egy éles cezúrát a két dolog között, hogy jól gondolom-e. Én ezt egyetértek. Nem tudom, hogy hangsúlyoztam, hogy a kvékerek, a korai kvékerek a reformáció betetőzésének tekintették magukat. Tehát egy olyan irányzatnak, mint ahol a reformáció elérte a maga kiteljesedését. Tehát öndefiníciójuk szerint ők a reformációhoz tartoznak. Aztán az meg nagyon érthető, hogy különböző áthallások vannak a különböző neoprotestáns közösségek felé, akár a mormonok, akár az amisok, akár más felekezetek irányába. Tehát a konszolidáltabb tevékenységük már nagyon sokfajta, vagy a konszolidáltabb működés mondjuk már nagyon sokfajta párhuzamokat mutat. De egyébként a nem konszolidált viselkedés mondjuk is, csak erről nem beszéltem. És bocsánat, még egy kérdésem lenne, hogy mennyire maradtak ők fent azért Amerikában, mert úgy látom, hogy ez az új pörkösdi mozgalomban viszont nagyon sok kvéker betért hozzájuk, vagy úgymond nem igen, átért, igen. Hanem mik az alapja is ők. Hát, akkor nem tudom, hogy egyetért tudok-e egyetérteni, hogy ők az alapjai, de az biztos, hogy a... Hát, vagy nem alapjai, hanem be. Igen, be, igen. Hát, tehát, hogy azt úgy látom, hogy az ébredési mozgalmak azok, tehát ahogy most látom, hogy ezt mindig szeretem elmondani a pillanatnyi tájékozódásom alapján. A rabszolgatartás kérdése volt az első nagy történet, amikor ők szakadtak, és utána pedig az ébredési mozgalmakban nagyon sok kvéker, úgy ahogy Ivett mondta, gyakorlatilag beolvadt a különböző. Nem, semmiképpen nem szokták a kvékereket a New Religious Movement-be nem szokták belevenni semmiképpen. Tehát amennyiben van értelme annak a szónak Amerikában, hogy történelmi egyház, abban az értelemben a kvékerek azok történelmiek. Tehát azért az a dolog, hogy nem tudom én, egy csomó kormányzó volt, mint amilyen Rhode Island-en, meg egyebek. Tehát szóval azért tehát egy radikálisan más helyzet, mint Angliában, ahol ők ugye a anglikán egyház által szutyongatott kisebbség egyike, aki a, hát tulajdonképpen a, hogy mondjam én, ha jól értem ennek a történetnek, az a lényege, amit Ildikó elmondott, hogy más, tehát mainstream okoknál fogva a anglikánok visszaszerezte. Tehát az nem a kvéker anglikán erőviszonyon múlt, hogy az anglikánok visszaszerezték a hatalmat Angliában, hanem a forradalmi árapálynak a következtében. Mivel visszaszerezték a hatalmukat, ezért a vallásszabadság hát radikálisan lecsökkent Angliában. Ugye tudjuk, még a nagy katolikusok is csak a 19. században lesznek egyenjogúak. De hát Amerikában viszont, hát gyakorlatilag a 18. század óta ők már egy csomó helyen gyakorlatilag uralmi helyzetben vannak, vagy kvázi uralmi helyzetben vannak. Tehát nagyon más, tehát Amerikában nem egy ilyen picike, lehet, hogy létszámában nem olyan nagy, egy olyan pár százezer kvéker lehet, szerintem 2-300 ezer lehet legfeljebb. De nem ez a kérdés, hanem hogy egyszerűen ők ott az elithez tartoznak Amerikában jelentős részben. Igen. És hát gondolom ez az oka annak is, amit Ivett megjegyzett, hogy visszajönnek a férfiak. Hát persze, mert angliai mozgalomban még nem igazán hatalmi pozíció kvékernek lenni, mert hogy ez viszont, ugye ezt tudjuk, hogy ez egy ilyen klasszikus megfigyelése mindenféle ilyen gender studiesnak,
hogyha bármilyen csoportnak úgy egyébként, hogy mondjam, lecsökken a presztízse a társadalomban, akkor megemelkednek benne a nők, és fordítva megnövekszik. Ez ugye egyszerűen így, ugye ezt orvosokkal, szóval minden foglalkozási csoportokkal, nyilván vallási csoportokkal is el lehet mondani, hogy szóval valószínűleg ennek a ciklikusságnak az oka. Mondjuk nem tudom, hiszem, a Rhode Island kormányzóinak egy harmada volt kvéker, hát kíváncsi vagyok, hogy mennyi volt közöttük a nő. Gyanúm az, hogy nulla talán. Tehát, hogy... Nulla. Igen, nulla. Igen, nulla. Igen. Nulla. Nulla. Igen. Jó. Az egy óra van, és ne haragudjatok nekem, családi okokból el kell mennem. Köszönöm a figyelmeteket, és akkor mindenkinek minden jót kívánok. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Akit érdekel, annak az a kivételesen nem ma délután, hanem holnap délután Schweitzer Gábor barátunkkal tudunk találkozni. Ott hát ott tulajdonképpen a magyar jogász, egy fontos magyar jogász professzor kapcsán lesz szó. Nyilván a magyar jogi elit fejlődéséről, meg jogtudományi dolgokról. Úgyhogy akinek van kedve, azt holnap 2-kor szívesen látom. Sziasztok! Köszönjük szépen! Sziasztok! Thank you.